Vendégem a stúdióban Bódi György, a Szegedért Alapítvány titkára. 30 éves az alapítvány, idén ünnepelte fennállásának a 30. évfordulóját. Hogyan telt az elmúlt 3 évtized? Ez a 3 évtized úgy telt el, hogy az alapítvány teljesítette azt a hivatását, amit az alapítók szántak neki. Ez idő alatt, mármint a 30 esztendő alatt elismertük 120 olyan személyiség életútját, tevékenységét, akik a város hírnevét gazdagították, és több mint 1300 olyan pályázati támogatást adtunk ki, amelyek különböző kötetek, CD-k előállításához, fesztiválok, tudományos konferenciák rendezéséhez és egyéb más nemes célokhoz kötöttek. És hát volt 30 gálánk. A 30 gálánk az most már úgy épült be Szeged köztudatába, hogy a város egyik kiemelkedő társadalmi kulturális eseménye minden évben. Azt gondolom, hogy az idei gálát sikerült olyanra megálmodni és megvalósítani, ami méltó is volt ehhez az ünnephez. Nyilván ilyenkor nehéz arról beszélni, hogy milyen nehézségek voltak, de nyilván azok is előfordultak. Ezzel a gála az elmúlt években? Persze. Hát egyrészt a Szegedért Alapítvány egy klasszikusan működő civil szervezet, adományokból, pályázati pénzekből gazdálkodik. Tehát minden évben újra és újra meg kell teremteni azokat a forrásokat, amelyek biztosítják a működésünket, illetve azokat a céloknak a megvalósítását, amelyről az előbb beszéltem. Tehát ez azt jelenti, hogy menni kell és gyűjteni kell a pénzt, és úgy kell a pénzt felhasználni, hogy akitől egyszer kaptunk, attól mástól is fogunk kapni, vagyis közben biztosítani kell az átláthatóságunkat, a nyilvánosságunkat. Azt gondolom, hogy a civil szektornak, a civil szervezeteknek a legfontosabb követelménye a működésükben az, hogy átláthatók és tiszták legyenek. Vagyis olyan szervezetnek, amelyet bármilyen botrány beleng, támogatók sem szívesen adnak semmiféle juttatást. Tehát egy tiszta civil világban kell teljesíteni, és ez gyakorlatilag olyan követelmény, amit nem nehéz betartani a jó szándékkal és a jogszabályok ismerésével, de nagyon oda kell rá figyelni, és nagyon sok civil szervezet itt követi azt a hibát, hogy nem jelez vissza a támogatóknak, vagy a közvéleménynek, hogy mi is történt nála, vagy nem nyitott könyv az élete. 30 év után is nehéz még támogatókat találni, hiszen már tudják, hogy mihez adják a nevüket, pénzüket. Nehéz. Tehát van ugyan egy stabil kör, akikkel van tartós támogatási szerződésünk, régi támogatók, új támogatók, alapítók. Itt megengedhetném az önkormányzatot, a PIK-et, a Nemzeti Közművek ZRT-t, a Colplacot, a Medikémiát, a Vízművet, tehát cégeket, és egyre jelentősebb a magánszemélyek adománya. A gála műsoraink megrendezéséhez minden évben szoktunk a nézőktől adományokat kérni. Ebben az évben 2,5 millió forint gyűlt össze erre az egyetlen alkalomra. Tehát igen, mindig újra és újra kell megszólítani az embereket, és mindig újra és újra eldöntik, hogy egyrészt méltónak tartanak-e bennünket rá, meg hogy van-e pénzük. Tehát időközben azért voltak olyan cégek, akik korábban támogatóink voltak, és közben tönkrementek. Tehát a változó világhoz alakulva kell folyamatosan fenntartani az alapítvány iránti érdeklődést. Ez egy mindig megújuló küzdelem, és mindig újra és újra kell a programainkat is gondolni. Nyilván a márciusi gála az, ami mindig a fő látványossága az alapítvány munkájának, de nem ez az egyetlen. Nyáron milyen programokat terveznek? Ez is a megújulás része volt. 2006-ban egy új székhelyre költöztünk a Wagner udvarban. Ott először is felújítottuk azokat a helyiségeket,
amelyet mi foglaltunk el. Földszinten van néhány irodánk, és lent pedig egy szép tanácskozó helyiségünk, ahol különböző rendezvényeket is lehet tartani, és maga az udvar gyönyörű. Az a mediterrán jellegű udvar eléggé elhanyagolt volt. Egyrészt az IKV megcsinálta a falak felújítását, másrészt pedig mi önkéntesek bevonásával újra rendeztük a kertet. És ez ugye egy növénnyel teli kertnek a karbantartása, az folyamatos locsolást, ápolást, új ültetéseket igényel, és ha már megcsináltuk, akkor itt kulturális rendezvényeket is szervezünk. Ebben az évben lesz például egy lengyel szobrászművésznek a szobrainak a bemutatója, a szabadtéri bemutató, ilyen már az elmúlt két évben is volt Popovics Lőrincnek és Bánvölgyi Lászlónak, és az lesz az érdekesség, hogy miután ez egy gangos ház, fent van egy körgang, most a Vox Nova kórus a kiállítás megnyitón egy gangversenyt fog adni, fentről a gangról énekelnek. De lesz ebben az évben gyermekműsorunk, lesz ütős hangszerek bemutatója, lesz Kovács Éva énekesnek egy dalestje, tehát, és ez mind ingyenes. Tehát a Wagner udvarban egy nagyon civil, lelkületű rendezvénysorozatot csinálunk, kirakunk 50 széket, aztán ha 100 néző érkezik, akkor a következő 50 az bemegy magának a székraktárba, és hoz egy széket. Tehát azt gondoljuk, hogy ezek nyitottak, és annak a civil feelingnek a szabályai szerint történnek, hogy mindenki úgy érzi, hogy ide érdemes elmenni. Ugye ön a kezdetektől része és tagja az alapítványnak, és a munkájával segíti a működését, de most ez befejeződik, ha jól tudom. Igen, elhangzott a gálaműsorunkon is, hogy az idéző, azt hiszem úgy idézem polgármester, leköszönő titkár, ez egy folyamat. Tehát egyébként én már 60 éves elmúltam, amikor nyugdíjba mentem a főállásomból, aztán most az idén betöltöttem a 70. életévemet, és úgy gondoltam, hogy idén most már a háttérbe vonulni, és átadni a helyet egy fiatal titkának, akinek a kiválasztása még jelen pillanatban is folyik, és de remélem, hogy a következő gálaműsort már az ő neve fogja fémjelezni. Ezzel együtt nem tudok elszakadni az alapítványtól természetesen, de azt természetesnek tartom, hogy 3 évvel ezelőtt a testületekből az alapítók generációja lépett háttérbe, most pedig én. És az alapítók generációjának felváltása e fiatal generációban is nagyszerűen sikerült. Tehát most készítjük elő a Szegedért Alapítvány július 4-i 30. születésnapjára a jubileumi kötetünket. És egy hagyományos kötetre gondoltunk, mire a fiatal testület azt mondta, hogy igen, meg kell csinálni ezt a kötetet könyvformában, mint az előzőeket 5 évenként, de kell csinálni egy digitális kötetet is, amelyet azonnal fel kell rakni a honlapra, és hogyha elér az olvasó addig, hogy 2019. március 12-én a fődíjat Homoki Nagy Máriának Haraszti Szilvia soros elnök adta át, akkor ott egy fotó erről az alkalomról, és hogyha az olvasó ráklikkel, akkor ennek a díjátadásnak egy néhány perces pillanata beúszik a képernyőre. Vagy így a produkciók is. Tehát aki nincs fent a neten, az nincs, mondta az egyik testületi tagunk, és ezt is meg kellett tanulnunk. Tehát így változik a kor követelményével együtt a Szegedért Alapítvány, és így változnak a Szegedért Alapítványban közreműködő személyek, köztük a titkár személye is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm az érdeklődést.